Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Kit vontak felelősségre a Budaörsi úti dugóért? A Budaörsi úti dugóért nem voltunk felelősségre senkit. A Nem is kellett volna. A Budaörsi úti buszsáv kapcsán biztosan történtek előkészítési hibák, de az ember az elődeit nehezen tudja felelősségre vonni ezért. 2008. decemberében döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy egy ilyen projektet elindít, benyújtja a pályázatot. Akkor egy nagyon alacsony tervezési büdzsét fogadtak el erre, lényegében csak a konkrét forgalomtechnikai tervek készültek el, tehát hogy a sávfelfestés hogyan változzon. Igazából olyan forgalomtechnikai szimuláció, ami fel tudta volna mérni, pontosan milyen hatásai lesznek, akkoriban nem készült, és hozzáteszem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sem várt el akkoriban ilyesmit. Azt hozzá kell tenni, hogy ez egy nehéz dilema, bizonyos szempontból értem is, mert egy ilyen szimuláció sokkal többbe kerül, mint maga a kivitelezés és a felfestés. Így van. Most ezt meg kell értenie a szakmának is, és a közvéleménynek is, és a politikának is, és bizony vannak olyan közlekedés szervezési intézkedések, ez a jövőre nézve mondom magunknak is, tanulságként, ahol bizony az előkészítés és a tervezés többek kerül, mint maga a munka megcsinálása. És akkor ezek maradjunk után, annyiban, hogy próba szerencse? Hát, ha nem lesz belőle baj? Ezek után nem, mi sem tudtunk erről, hogy ez mikor lesz kivitelezve, ugyanis ez a projekt, ez ment a maga útján. Ezt a sors furcsa fintor, hogy július 1-től fogja a Budapesti Közlekedési Központ átvenni ezeknek az úgynevezett ROP projekteknek, regionális operatív programból megvalósul közlekedésfejlesztési beruházásoknak az irányítását, pont azért, hogy legyen egy szakmai felügyelet azért ezek felett, és ne történjenek ilyen hibák, de most még egy ilyen becsúszott, és sem a főpolgármester urat, sem engem nem tájékoztattak arról, hogy ez a beruházás ez kivitelezési szakaszba jutott. Ha tájékoztattak volna, akkor én biztos azt mondtam volna, hogy egyrésztről nézzük át a műszaki tartalmat, mert eltelt az utolsó forgalom felvétel óta 4 év. Másrésztről azért az ilyen intézkedéseket, ha már itt van közel a nyári szünet, érdemesebb akkor bevezetni, akkor megnézni a hatásait, és abból azért lehet vonni következtetés. Nem így történt. Azt gondolom, hogy egy helyes intézkedés volt az, hogy ezt visszacsináltuk, és most egy ideiglenes forgalmi rend van érvényben, ez a buszsáv ideiglenesen megszüntetésre került. De fontos azt hangsúlyoznom, hogy itt egy nagyon nehéz döntési szituációba került a városvezetés, ugyanis két döntési út volt. Az egyik, hogy az igen erős tiltakozás és felháborodás ellenére, ami kialakult, és itt nem egy-egy magamutogató nyilatkozatra gondolok, hanem arra, hogy valóban nagyon sok észrevétel és felháborodás érkezett, és valóban a külső szakaszról bejövő buszok is kénytek voltak a dugóban állni, mert nem volt elég hosszú a buszsáv az autópályán, tehát valós problémákról volt szó, nem valamiféle politikai hisztériakeltésről. Éppen ezért az egyik döntés az volt, hogy ez végleg megszűnik, a másik pedig, hogy ott marad a buszsáv, viszont hogyha végleg megszűnik, akkor 100 millió forint körüli uniós támogatást vissza kell fizetni a városnak, ezt meg nyilván nem lehet egy pillanat alatt fölvállalni, és nem is hiszem, hogy szabad ilyet fölvállalni. Most mit csinálunk ebben a helyzetben? Az összes ilyen projektnek, beleértve ezt is, a műszaki tartalmát felülvizsgáljuk, és konkrétan itt a Budaörsi útnál azt nézzük meg, hogy lehet-e olyan kiegészítő forgalomtechnikai intézkedéseket tenni, amivel ez valamilyen módon vagy elfogadhatóvá válik, vagy úgy lehet a műszaki tartalmat módosítani, hogy ez működőképes. Például? Ugye egyrészt ennek a projektnek van számos olyan elem, ami értékes és nem sért érdeket. Ettől kerül egyébként 100 millió forintba. Ilyen a régi Budaörsi úti buszsáv. Ez a Gazdagréti lakótelep előtti szakaszon van, ahol nem az autók rovására, hanem új sávként épül ki a buszsáv. Ez nem sokára elkészül, erre szükség is van, ezzel semmilyen gond nincsen. Tehát ennek az uniós támogatását is elvesztenénk, mert ez egy egész program, amit nem szabad megtenni. Illetve a Hegyalja úton már kiépült egy buszsáv szakasz a Gellért hegy oldalában, ami viszont nem a szintén plusz sávként jött létre, tehát nem az autók két sávját vette el a Sánt utcai csomópont előtt. Tehát azt gondolom, ezek értékes elemek, az pedig, hogy ezzel a Budaörsi út szűk szakaszán kifejezetten forgalomcsillapító céllal létesített buszsáv szakaszsal mit kezdünk, ezt egyrészt a forgalomszimulációk, másrészt különböző kiegészítő intézkedések, egérút kapacitás növelés és hasonlók vizsgálata fogja eldönteni. Nem szeretnék előre menni, mert pont azt a hibát nem szeretnénk elkövetni, hogy az alapos szakmai vizsgálatok nélkül ebben döntünk. Most ez a buszsáv fel van függesztve, ez jelenleg használhatják az autósok, és arról, hogy mi lesz ennek a sorsa, a következő hónapokban szakmai vizsgálat után fogunk dönteni. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon komoly problémára világított rá ez a buszsáv bizonyos szempontból, hiszen arra, hogy a belváros túlterheltségét azt valamilyen módon kezelni kell, és ennek nyilván a forgalomcsillapítás egy eszköze, de valóban ez egy olyan mértékű csillapítást, olyan mértékű korlátozást mondjuk kivitt a rendszerbe, amivel nem volt a rendszer számára tolerálható. De meg kell pont azt mondja, hogy dehogy nem. Sikerült elérni a kitűzött célt, benne a belvárosban nem volt dugó.
És a főpolgármester szerintük meghátrált az autós lobby előtt, úgyhogy lehet, hogy a problémát most kezelték, de a vita nem ért véget. Az biztos, hogy a vita nem ért véget. Én azt gondolom, hogy itt a probléma az talán azzal volt, hogyha legjobban lesz szeretnénk írni, hogy egy sáv elvétele egy két sávos szakaszon, ez hiszen kicsit itt sok. két sáv volt, az egy nagyon nagy lépés. Vannak olyan forgalomtechnikai eszközök, nem nagyon ismertek a magyar közlekedési szakmában, de most próbáljuk ezeket behozni, amelyek ennél kisebb és rugalmasabb mozgásteret létesítenek. Most ezt a példát nem azért mondom, mert hogy ott ilyen fog létesülni, csak hogy értsük a példát, hogyha egy lámpás csomópontot létrejön, és az egy videodetektoros forgalomfigyelő jelző lámparendszer, az meg tudja azt tenni, hogy egyrészt a buszokat a lámpánál előnyben részesíti, másrésztről meg tudja azt tenni, hogy éppen csak mondjuk 10-15%-kal és nem 30-40%-kal csökkenti le a belváros felé irányuló forgalmat, ami már épp elég ahhoz, hogy ne legyen a dugó a Hegyalja úton, de nem elég, vagy nem sok annyira, hogy az Egér úton túláljon a dugó, tehát annál nagyobb legyen, mint máskor. Tehát vannak finom hangolási eszközök, most ezeket vizsgáljuk, hogy ezek közül melyiket alkalmazzuk. Itt azt gondolom, hogy azok a célok, amelyeket több civil szervezet hangoztat, hogy lehessen élni a belvárosban, hogy a Kossuth Lajos utcán lehessen levegőt venni, hogy ne a Gellért-hegy oldalában a Hegyalja úton álljon a dugó egész nap. Ezek helyes célok, és egyébként senki nem ezt vitatta, azt gondolom, és én azt gondolom, hogy ez a főpolgármester úr is maradéktanul egyetért. Itt az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy azért a rendszer másik felén viszont ne okozon aránytalan mértékű szorítást. De ha jól értem, akkor a cél továbbra is az, hogy a belvároson kívül tartani a forgalom feltorlódását, és nem beengedni a belvárosba. Ez nyilvánvaló cél, ezért is csináljuk a Budapest Szíve programot. A Budapest Szívenek már az az eleme, ami most a Károly körúton elkészült is, egy ilyen hatással bírt, és ugye, ahogy ezt bejelentettük Rogán polgármesterről együtt néhány héttel ezelőtt, a Budapest Szíve második üteme a Ferenciek tere átépítése is következni fog, ami azáltal, hogy át lehet menni majd gyalog újra a pesti belváros egyik feléről a másikra, az északi belvárosból a délibe, a Váci utcánál, illetve az új fő utca tengelyében, tehát a Károly Mihály utca, Petőfi Sándor utca tengelyében át lehet majd menni zebrán az utca egyik feléről a másikra. Ez nyilvánvalóan fog hozni kapacitás csökkenést a Kossuth Lajos utcában, még hogyha a két közúti sáv egyébként meg is marad. De azt gondolom, hogy azért megépült az M0-ás keleti szektora, megépült az Andor utca kétszer két sávja. Azt nem mondom, hogy kiválóan el lehet kerülni Budapestet, és kiváló a közlekedés, én egy pillanatig nem szeretnék mondani, de az biztos, hogy az, hogy bizonyos intézkedéseket a belváros élhetőség érdekében tegyünk, annak azért helye van. Nem szabad egy ponton túlmenni, és nem szabad átesni a ló másik felére. Azt gondolom, hogy az egész közlekedési szakmának ez a Budaörsi út nagy tanulság volt. Itt sokan úgy tüntetik ezt föl, mintha itt egy-két embernek lett volna az ötlete. Én utána is leültem, és előtte nem ezen intézkedés kapcsán, hanem az egész buszsáv program kapcsán is beszéltem többször az a közlekedési szakemberekkel, és még most utólag is azt mondják a Városházán dolgozó közlekedési szakemberek, kivétel nélkül több tucat mérnökről van szó, akik egyébként nem ma kezdték ezt a szakmát, ez egy helyes intézkedés volt. A tapasztalatok rosszabbak voltak, mint amikre számítottak, de alapvetően, mivel ezt előre nem lehetett látni, ezért az sem biztos, hogy ma nem mennének bele újra. Tehát azt gondolom, hogy ezek a közlekedésben nagyon érzékeny dolgok, az mind tanultunk belőle, mind projektkommunikáció szempontjából, amit, ahogy az előbb elmondtam, egy szerencsétlen helyzet volt az, hogy erről nem tudtunk előre. Ebből is tanultunk, és azt gondolom, hogy tanultunk abból is, hogy hol vannak a határai az ilyen típusú forgalomtechnikai intézkedéseknek. Most, hogy látja, van-e még olyan futó projekt, amely ilyen időzített bombaként működhet, vagy mostanra áttekintettek mindent, és ez nem fordul elő még egyszer? Hát gondolhatja, hogy ez pár felállt a fejünkre mostanában. Azt gondolom, hogy a legtöbb buszsáv projekt, amit csinálunk, az nem jár érdeksérelemmel az autósok körében, mert többlet sávot ad. Ilyen például az Uglói Szent Mihály út, amit most adtunk át, a 81-es trolit előnyben részesíti, semmi gond nem volt vele, és kiválóan működik. Több ilyen van a városban, tehát én ezekkel nem hiszem, hogy gond lesz. Amivel gond lehet, és amit nagyon alaposan körül fogunk járni a következő hetekben, ez a nagykörúti villamos előnyberészesítési program. Ez is több évvel ezelőtt indult. Ennek ugye az a lényege, hogy a 6-os villamosokra, a 4-es 6-os villamosokra optimalizáljuk a nagykörúti villamosrendszert. Tehát ugye ma, ha valaki villamosra utazik a körúton, az tudhatja, hogy majdnem minden megállóban, vagy minden második megállóban villamos áll, mikor már véget ért az utascsere, akár egy percet is, és várja, hogy a következő szabadjelzést megvárja. Hiszen egy autós szemléletű lámparendszer működik, miközben a körúti villamos sokkal több embert szállít, mint ahányat az autók a körúton. Ha ezt módosítjuk, akkor kevesebb kombinóra van szükség, tudjuk más vonalra az egyesre irányítani őket, tehát ez is sokkal hatékonyabb üzem lehet, hogyha egy folyamatos, és az utasoknak is sokkal jobb, lehet, hogyha folyamatos üzem van, de nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy eddig a villamoson utazók vártak a lámpáknál, most majd az autósoknak kell megvárni, amíg a villamos utas cserél a lámpáknál. Ez egy nagyon nehéz, tehát ennek is lehetnek nehéz következményei, az biztos, hogy ezt
előre sokkal alaposabban kell kommunikálni, mint a budaörsi úti buszsávot, amiről nem is tudtuk, hogy most fogják kivitelezni, és az is biztos, hogy ezt még egyszer nagyon alaposan lámpára végig fogjuk nézni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, mert én azt gondolom, hogy ez is egy kockázatos beruházás lehet. Hogy látja, mikor kell ezt a beruházást megcsinálni? Tehát mikor fog elindulni a villamosra optimalizált lámparendszer? Mikor szabad ilyet elindítani? Volt egy eredménytelen közbeszerzési eljárás, és most ezt újra kellett indítani, tehát ez nem csak ettől függ. Hogyha megvan a kivitelező, elkezdődik a lámpaprogramok tervezése, akkor ahhoz képes lehet ezt egy valamilyen időpontra belőni. Az biztos, hogy még ez hónapok, mert még nincsen meg a nyertes kivitelező, aki ezt meg fogja csinálni. Egyébként ma a körúton az éjszakai lámpaprogram is katasztrofális. Most ugye beindítottuk újra a 6-os villamos éjszaka, ami egyébként nagy siker, és sokan használják, és sokan örülnek neki, hogy a BKK javaslatára ez újraindult, és nem kell a zsúfolt éjszakai 906-os buszon nyomorogni, de azt látjuk, hogy az éjszakai lámpaprogram igazából annyira nem villamos barát, hogy még 2-3 perccel lassabb is a villamos, mint a busz volt. Tehát az egész körúti lámparendszert át szeretnénk gondolni, és egyébként főpolgármester úr pedig azt várja a BKK-tól, személy szerint tőlem is, hogy a lámpahangolásokban az egész városban tudjunk újat mutatni. Egy intézkedési tervet dolgoztunk ki, amelynek jegyében július végéig első ütemben, majd aztán október végéig egy második ütemben számos főútvonal lámpa programjait felülvizsgáljuk, a zöld hullámokat igyekszünk kialakítani, javítani. Ugye nagyon sokszor ezek a csúcsidőn kívül abszolút nincsenek végig gondolva, főleg az ilyen átmeneti időszakokban nagyon rosszak a lámpahangolások sokszor, ezeket javítani szeretnénk, illetve vannak olyan jelzőlámpák, amelyek a történelemből ott ragadtak egy-egy csomó pontban, de ma már nincs rájuk szükség, csak lassítják a forgalmat, ezeknek a felszámolását is véghez fogjuk vinni, nyilván egy próbaüzem után, tehát egy sárga villogos próbaüzem után. Önnél kiabált a főpolgármester, amikor 2 hete legutóbb, 3 hete legutóbb itt volt, azt mondta, hogy éppen a lámpa összehangolások ügyében nagyon kiabált valakivel, mert megígérte a kampányban, hogy azt éjszaka meg fogják oldani, de nem látja, hogy megoldották volna. Nem kiabált, de az biztos, hogy a főpolgármester úr nyomatékosan ezt a feladatot kiadta, és ezt számon is kéri, és én is ezt a kollégáim felé ezt a kérést eljutottam. Nyilvánvalóan itt egy abban a szempontból nehéz örökségről van szó, és ezt sokan nem tudják, hogy míg a legtöbb városban van olyan központi informatikai rendszer, ami jelzőlámpákat irányítja, Budapesten a lámpáknak körülbelül kicsit kevesebb, mint fele, amik kívül vannak a Hungária körúton, azok nincsenek központra kötve. Tehát mennek, amikor mennek? Egyszer beprogramozzák őket, néha az órájuk is elállítódik, és ugye egy-két másodperc már fel tud borítani a zöld hullámot. Másrészt nem lehet őket a központról vezérelni, tehát ha egy új lámpaprogram van, akkor ki kell menni oda autóval programozni, ezáltal ezek nagyon rugalmatlanok, és rendszer szinten optimalizálni, mint más városok napról napra változtatni a programokat, forgalomtól, időjárástól, ezernyi tényezőtől függően nem lehet. Mi benyújtottunk egy uniós projektjavaslatot már arra, hogy ezen változtatni tudjunk, és ezeket bevonjuk egy korszerű online, tehát 24 órás vezérlőrendszer alá, de ez egy hosszú távú dolog, ez több évig tart, addig is meg kell tenni azt, amit csak meg lehet, tehát ez az intézkedési terv elkészült, ezt főpolgármester úr ismeri, és az biztos, hogy számon fogja kérni, és ha nem tartjuk be, akkor az biztosan lesz néhány rosszal. Szabott-e a főpolgármester erre határidőt, magyarán mikor fogjuk először látni, hogy jobban működik legalább az éjszakai lámparendszer a városban? Július végére az első intézkedési terv csomag elkészül, ez egyes konkrét utak, és aztán a következő októberre fog elkészülni. Emellett felülvizsgáljuk azt is, hogy hol és milyen módon van szüksége az éjszakai sárga villogós üzemre, és hol kéne, vagy nem kéne működni a lámpáknak. Itt azt kell látni, hogy egyrészt vannak olyan csomópontok, volt is egy ilyen szerencsétlen baleset az elmúlt hetekben, ahol én nem azt mondom, hogy a sárga villogó okozza, de ahol azért nem árt, hogyha működik a lámpa ilyen másút, meg ahol semmi értelme nincsen, ott működnek ezek a lámpák. Tehát ezt is az egész rendszer szinte most felülvizsgálja a közúti ágazat. Ugye itt közben egy cégátalakítást is végzünk, hiszen az korábbi közterület fenntartó az FKF most ketté válik, nem sokára dönt róla a közgyűlés, és a közúttal kapcsolatos ágazat, tehát a közút fenntartása, a forgalomtechnikával foglalkozó ágazat a Budapesti Közlekedési Központhoz kerül, erről néhány 2 hét múlva fog dönteni a fővárosi közgyűlés. Azt mondja, hogy minden forgalomszervezési és fenntartási kérdésben, ha baj van, akkor önöket kell szidni? Ugye azért nem mondom, hogy minden ilyenben, mert sajnálatos módon a Budapesten azért a 23 kerületnek ebben igen nagy hatásköre van. Ugye azok a mellékutcák, amik a többsége az úthálózatnak, azok kerületi fenntartásban vannak, és nagyon sok kerületi döntés is van, de a főúthálózaton, a főutakon, a tömegközlekedés által használt útvonalakon igen, az a főváros hatáskörébe is, így aztán a BKK feladatai közé tartozik. Legutóbb ugye a fogaskerekünknek tört a tengelye, korábban a minibuszok szoktak kigyulladni, elsőben a
trolliráz, ezzel olyan probléma van, ami a közlekedési, illetve az idegenforgalmi szezon környékén nem nagyon jó, mert hát most jönnek a turisták. Hogy fogjuk tudni őket megvédeni attól, hogyha nem ismerik a helyi viszonyokat, akkor legalább ne szenvedjenek balesetet? Hát azt gondolom, hogy azért balesetet nem szenved senki, és ezek a nehézségek azért személyisérüléssel nem jártak, akár a metró, akár a fogaskerekű zavarára gondolunk, de az biztos, hogy az örökség az elképesztően nehéz, és azt gondolom, hogy itt abból a szempontból egy nagy szerencséje volt a korábbi városvezetésnek, hogy nagyon sok ágazatban hagyta minden határon túl leromlani az állapotokat. Csak egy gyors áttekintés, de nem szeretnék elmerülni a műszaki részletekbe. A metróktól indulva van egy kis föld alattink, amiknek 38 évesek a szerelvényei. Van egy kettes metrónk, amiknek ugye tudjuk jól, hogy 40 év fölötti szerelvényei is voltak, amiket most vontunk ki forgalomból, és 30 év fölött van a szerelvények túlnyomó része. Ugyan újakat rendeltek, de azokat tudjuk, milyen gondok vannak. A hármas metrón a szerelvényeknek egy jelentős része több mint 100 kocsi előregedett 30 év fölötti. A hév szerelvényeknél hasonló a helyzet, 46 évesek a legöregebb hévek, amik a Csepeli héven járnak, és 35 év fölötti a legnagyobb része az állománynak. A villamos ágazatban valami alatt a kombinó hatására jobb a helyzet, de bőven vannak 30 év fölötti ganzvillamosok, több mint 100 darab forgalomban. A trollibusz ágazatban a 30 év fölötti szovjet ziú trollik itt vannak még velünk, és az autóbusz ágazatban pedig Európában sereghajtók vagyunk. Az átlag életkor a járműparknak 17 év, ami, hogyha lefordítjuk, azt jelenti, hogy százasával működnek 23 éves, bőven az életkorukat túlhaladott járművek, és vannak fogaskerekű szerelvényeink, amik szintén 38 évesek jelenleg. Tehát ebben a helyzetben itt nem is arról van szó, hogy pár milliárd forint hiányzik a rendszerből. Amikor azt mondjuk, hogy a belső eladósodottsága a BKV-nak több mint 700 milliárd forint, akkor amit az előbb felsoroltam, ez ezt jelenti lefordítva. És itt nem arról beszélünk, hogy olyan színvonalú tömegközlekedésthez mérjük magunkat és az anyagi helyzetet, mint nem tudom, Párizs vagy Berlin, persze az is jó lenne. De mi azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy szinten maradjon egy ilyen rendszer és működni bírjon, ahhoz ennyi pénzt kellett volna az elmúlt években rákölteni. Na most ez nem történt meg. Én azt gondolom, hogy a szerencse is segített abban az elődeinknek, hogy ebből nem lett nagyobb baj, és most az látszik, hogy ez a pohár kezd túlcsordulni, és ezt látjuk a hármas metrónál, ezt látjuk a fogaskerekűnél. Nyilvánvalóan a BKV üzemeltetési szakembereinek feladat, hogy mindig lássák azt, hogy hol a határ, és mindig csak biztonságos járművet engedjenek forgalomba, de... Ez megoldható még ma? Elképesztő. Elméletileg megoldható, hogy egy élettartamát túlhaladott jármű biztonságos? Hát a közúti forgalommal az ilyen automat ilyen állapotban rég kivárták volna. Egy vasúti járműnél az élettartam fontos tényező, de nem az egyetlen. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy a karbantartás milyen, és nagyon sok múlik azon, hogy azokat a főegységeket, amik el tudnak fáradni, azokat időben kicseréljék. Itt egyébként a fogaskerekűnél is ez okozta a gondot, hogy ezekkel a forgóvázak cserére a felújításkor nem került sor. Egyébként a holnapi napon újraindul a fogaskerekű, átvizsgálta a BKV az első három szerelvénynek a forgóvázait, nem talált ilyen repedésekre utaló jeleket, és ennek nyomán a hétköznapi üzem újra tud indulni a fogaskerekűn a holnapi napon, kedden, de a helyzet elképesztően nehéz. Most én ezzel nem panaszkodni szeretnék, hiszen az a dolgunk, hogy ezt megpróbáljuk megoldani, de ez egyrészt szinte lehetetlen feladat, másrészt egy olyan helyzetben kell egyensúlyoznunk, ahol egy ilyen járműcsere programnak a végigvitel, amit itt elmondtam, ez nem egy-két nap, ez több évbe telnek, és akkor is több évbe telnek, hogyha minden pénzünk meg lenne rá, de még ráadásul meg sincs. És ebben a helyzetben fenn kell tartani az üzemet, mert persze nagyon könnyű mondás lenne az, hogy akkor, amíg nincsen járműcsere, addig nincs Budapesten tömegközlekedés, de akkor meg ez a város nem működne. Tehát ebben a helyzetben kell a szolgáltatást fenntartani, mindig biztonságosan fenntartani, ez a vasútüzemeltető dolga, a BKV dolga, és egyúttal elindítani a fejlesztési programokat. A Budapesti Közlekedési Központ a létrejötte óta az előbb felsorolt összes problémára vonatkozóan elkészített az uniós projektjavaslatokat. Azt én sem gondolom, hogy mindegyikhez egy lépésben rögtön lehet forrást találni, ennyi pénz nincs is, de az biztos, hogy el kell kezdeni ezeket tervezni, előkészíteni, egy programba beilleszteni, mert ezt a lemaradást Budapestnek be kell hoznia, mert itt nem arról van szó, hogy a élére tudunk-e törni az európai városoknak, hanem az a kérdés, hogy a közszolgáltatást, amit a budapestiek megszoktak, föl lehet-e tartani hosszú távon ilyen formában. 2011 közepe van, egy éve vannak kormányon és Budapest vezetésében is. Mikorra tudnak olyan eredményt felmutatni? Budapest vezetésében azért... Kicsit kevesebb, mint egy éve, bocsánat. Az 8 hónapig. 8 hónapja. Mikorra tudnak olyan eredményt felmutatni, amikor már nem kell azt mondani, hogy az elődök borzasztó állapotot hagytak magunk mögött, mert ezt valószínűleg a választók a ciklus vége felé már nem fogják tolerálni.
Nézd, én azt nem tudom megígérni, hogy 2 év alatt 20 év lemaradását azt be lehet hozni, és több száz milliárd forintnyi járművet lehet cserélni, már csak azért sem, mert ha az előző városvezetés úgy hagyta volna Tarlós Istvánra a város kulcsát, hogy ugyan nincsenek a járművek lecserélve, de itt van 700 milliárd forint, akkor is mire ennyi járművet beszerzünk, és ennyi járműtendert végigcsinálunk, típusengedélyeztetést, hát most látjuk, hogy ez mennyi ideig tart a kettes metró ügyében, még ha annál rövidebb időt is meg lehet csinálni, akkor talán lenne minden tekintetben eredmény, de akkor se biztos, hogy 4 év alatt mindent végig lehetne csinálni. De messze nem ez a helyzet, hiszen itt üres kasszákat hagytak hátra, ráadásul elképesztő adóssággal küzd a BKV. Ebben a helyzetben az egyetlen mentség, vagy egyetlen kiút ebből a helyzetből az Európai Uniós források felhasználása lehet. Ebben a város hátul kullogott az elmúlt években, ugyan a 4-es metró elindult, de semmi másra nem tudtak uniós forrás lehívni. Mi most elindítottuk az 1-es, 3-as villamosok fejlesztését, újraindítottuk, mert ez volt régen is beruházás, csak nem tudtak rá uniós forrást sikerrel megpályázni, erről döntött a kormány, és ezáltal Budapest 2 legrosszabb állapotú körgyűrűs villamosvonalát fel lehet újítani. Benyújtottunk egy projektjavaslatot már, kidolgoztunk részletesen hatáselemzésekkel, a szükséges formai követelményeknek megfelelően a villamos és trollibusz járműpark megújítására több mint 100 milliárd forint értékben pályázunk pénzre, forrásra, uniós forrásra, új villamosok, alacsonypadlós villamosok és trollibuszok beszerzésére, hogy abba az ágazatban megoldjuk a problémát. Emellett elkészítettük azokat a úgynevezett előkészítési projektjavaslatokat, amik mind a kisvonalati, mind a 3-as metró, mind a 7-vonalak esetében azt segítik, hogy olyan projekteket tudjunk indítani, amelyekben uniós forrásokból ezeket le tudjuk cserélni, de ezek sok év mire beérnek. Amit azonnal lehetett megtenni, azokat is megtettük. Hát emlékezzünk vissza, 15 év után először nem volt jegyáremelés, és míg azt papolták az elődeink, hogy jegyáremelés nélkül nem lehet fenntartani a rendszert, ehhez képest először kezdett el növekedni a jegyárbevétele a BKV-nak. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy bevontuk a közterületfelügyelőket, de 1 milliárd forinttal javult a jegybevételi pozíciója az első negyedévben a BKV-nak a tavalyihoz képest, pedig idén először nem volt jegyáremelés. Átalakítottuk a menet rendet, jár éjszaka a 6-os villamos, számos buszjáratot, amit túl zsúfolt volt, sűrítettünk, javult a repülőtér kiszolgálása. Tehát amit lehetett azonnali intézkedésként, azt megtettünk, azonnal indítottunk egy használt járműbeszerzési programot, hogy legalább a legöregebb járműveknek a toldozása, foldozása helyett, ha nem is újakat, mert arra se pénz nincs, és illetve a beszerzésük is több ideig tart, de legalább azonnal használt járműveket a nyugat-európai piacról beszerezzünk, így érkeznek most Eberswaldéból használt trollibuszok, alacsonypadlós trollibuszok Németországból, illetve Hollandiából, illetve Németországból használt alacsonypadlós autóbuszok. Én nem azt mondom, hogy Budapestnek ez a víziója, hogy használt levetett német járműveket vegyünk, de most, amikor arról kell dönteni, hogy 20 éves ikaruszokat vagy felújítunk, vagy kivonunk a forgalomból, akkor bizony a 8 éves német autóbusz is segít. Tehát ezek az azonnali intézkedések, amik hát láthatóak, de nyilvánvalóan ezek nem oldják meg ezt a hatalmas problémát, és emellett, amellett, hogy egyszerre próbáljuk ezt a helyzetet kezelni, amellett muszáj hosszú távra tekintenünk, mert ilyen tendereket, ekkora járműcsere programokat végigvinni sok évig tart. Tetszik, nem tetszik ez a, ez a rendszer. Mondja, mikorra érik el az intézkedések azt a kritikus tömeget, amikor a budapestiek úgy nagyobb hányadban azt mondják, hogy ez a dolog működni látszik, nem tökéletes, de működik. 5 év? 6? 10? Én ebben optimista vagyok egy fokkal. Azt gondolom, hogy a busz csere program lehet az, ami elsőként látható eredményeket tud majd hozni. Ennek a ma délután is ezzel kapcsolatosan dolgoztunk, és azt gondolom, hogy a nyár végén a fővárosi közgyűlés tud arról dönteni, hogy ebben egy nagyot lépünk előre. Ismert a főpolgármester úr programja, ami arról szól, hogy megversenyeztetjük a buszvonalakat, és külső szolgáltatókat is bevonunk. Ennek van egy nagyon fontos előfeltétele, hogy azt, ami ma ebben a rendszerben jó, hogy egységes, azt egyben tartsuk. Mi jó, hogy egységes? Jó, hogy egységes a bérlet, hogy egységes a menetrend, hogy egységes az utastájékoztatás, és hogyha valami zavar van, akkor azért azt egységesen kezelik, ha lerobban a metró, akkor jön a pótlóbusz, és így tovább. Ezeket egyben tartjuk, ezek az úgynevezett megrendelői feladatok, ezeket vonjuk el a BKV-től, és adjuk a Budapesti Közlekedési Központnak, hogy fenntartsa a jegy- és bérletértékesítési ellenőrzési rendszert, a menetrendtervezés, szolgáltatásfejlesztési feladatokat, és így tovább, utastájékoztatást. Ezeket egyben tartjuk, és ezek után az üzemeltető közé több mást is be lehet vonni a BKV-n kívül, más buszüzemeltetőket is be lehet vonni. Ez a tervünk, és mivel a buszágazatban lehet talán a leggyorsabban így eredményt elérni, ráadásul ezek nem uniós pénzek, ezért gyorsabb is jóval a folyamat. Ezért azt gondolom, hogy ebben lehet először eredmény, de ez is, mire ez egy kritikus tömeget, látható tömeget elér, ez is a ciklus vége lesz, illetve hogyha ha kapunk uniós forrást a pályázatnak megfelelően a villamos és trollibusz járműcserére, azt gondolom, hogy abban is lehetnek már látható eredmények 3 éven belül. De
Mire egy ilyen, csak hogy értsék a nehézséget, nem, hát mondjam, aki pénzt ad, meghatározhatja a szabályokat, tehát ezek az EU-s szabályok, de hogy lássák, hogy hogy megy ez. Azzal, hogy most beadjuk ezt a projektjavaslatot, mire nyilván kell egy hazai döntés, mire végigmegy egy hazai minőségbiztosítási folyamaton, az is több hónap, és utána kb. Egy év, mire az Európai Bizottság kimondja erre az áment, mire ez egy akkora méretű projekt, hogy neki kell. Tehát mire odáig jutunk, hogy közbeszerzési eljárásokat ki lehet írni, az is leghamarabb, hogyha minden jól megy, nincs semmi kritika, az is körülbelül másfél év múlva lehet, és utána egy ekkora járműtendet, amit biztosan megtámadnak, eleve nyilván egy hosszadalmas közbeszerzési procedúra, amíg végigmegy, az is önmagában több hónapig tart. Tehát mire ebből egy szerződés lehet, ami után elkezd egy járműszállító dolgozni, fejleszteni, típusengedélyeztetni, tesztpróbákat futni, az is két év, és még utána jön ez az egész folyamat. Tehát itt olyan felelőtlenség azt ígérgetni, hogy egy év múlva új villamosok lesznek, mert ez egész egyszerűen irreális. Ez az kellett volna, hogy 2008-ban ne csak Budaörsi úti buszsávra pályázon a városvezetés, amit lehet, hogy akkor jó cél vezérel, de ezek pár tízmillió forintos projektek, hanem akkoriban is megvoltak ezek az uniós források, elkezdjék szakszerűen előkészíteni ezeket a programokat, mert akkor most ennek lennének látható eredményei, de semmilyen ilyen előkészített programmal nem találkozunk. Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, az Aréna vendége. Hallgatóinktól számtalan remek jó kérdést kaptam, ezek egy részét már megválaszoltad, de egy részét még nem. Például azt még nem, hogy tervezik-e azt a megoldást, mint például Londonban vagy Bécsben, hogy a vonatjegy aznap a BKV-re, már mint az ottani tömegközlekedésre is érvényes. Továbbá, mikor lesznek az agglomeráció vasútállomásain, ha lesznek egyáltalán őrzött autó és kerékpár parkolók, mert mintha erről is lett volna szó. Igen. Az egész agglomeráció kérdés most nagyon előtérbe került, ugye hála ennek a buszsáv projektnek, és azt gondolom, hogy egy fontos dolgot azért tisztázni kell, de fogok konkrétan is válaszolni csak előjáróban. Ma Budapesttől várja azt el mindenki, hogy 1,7 millió emberre jutó adóbevételből, költségvetési támogatásból oldja meg 3,5 millió ember közlekedését, és ugye ön is most nekem teszi fel ezt a kérdést, hogy miért nem épült az agglomerációban P+R parkoló. Mi nem azt a politikát szeretnénk ebben követni, közlekedéspolitikát, hogy semmi közünk hozzá, mert korábban ez volt. Szeretnénk párbeszédet az agglomerációval, és ezt el is kezdjük. De azt nem várhatja senki, hogy Budapest ezen forrásaiból oldja ezt meg egyedül. Ehhez kell egyrésztről a kormány, másrésztről az agglomerációs települések együttműködésé is. Azért arra is felhívja a figyelmet, hogy az agglomerációban lakók jelentős része itt adózik, Budapesten. Tehát azt a pénzt föl lehetne használni. Erről nem, az ez egy elég érdekes vita lenne, hogy ez így van-e, vagy nincs így, és hogy fordítva hányan megyünk ki az agglomerációba, esetleg a bevásárlóközpontokba bevásárolni, mivel meg a helyi iparőzési adó meg nem ide folyik be, tehát ez egy messzire vezető kérdés lenne. Nagyon érdekes lenne egyébként egyszer ezt az összehasonlítást megcsinálni, de nyilvánvalóan nem az én dolgom ezt kommentálni. Ami biztos az az, hogy Budapest ma rengeteget tesz abba bele, hogy az agglomeráció közlekedés rendben menjen. A Budapest a saját költségvetéséből és a BKV által tartja fönn a hévvonalakat, Ráckevétől Szentendreig, pedig ezek elég messze vannak Budapesttől, meg Gödöllőig. Ma Budapest hozzájárul a saját forrásaival ahhoz, hogy Budaörsön, Törökbálinton, vagy éppen Nagykovácsiban, Sajmáron, és még sorolhatnám hány településen jó minőségű buszközlekedés legyen. Egyes települések ebbe tesznek bele saját forrást is, ez nem is keveset, ez hozzátartozik az igazsághoz, mások kevesebbet, de az biztos, hogy Budapest ebbe tesz bele, hiszen új buszt azt például nem fog venni senki a BKV-nak. Tehát ez a dolognak az egyik nagyon fontos része. A másik, hogy még rengeteg mindent kell tenni, ennek néhány sarokkövét tudnám most csak felsorolni. Egyrésztről, amit itt a kérdésben is szerepelt, a közös tarifarendszer. Ugye mi azon nagyon sokat dolgoztunk, hogy Budapesten belül ez a közös tarifarendszer meglegyen, közös bérlet, ami érvényes a vasútra, volánbuszra is. Ez elvileg korábban úgy nézett ki, hogy 2011-től finanszírozás hiányában megszűnik. Amint októberben elkezdtük a munkát, folyamatos tárgyalásokat kezdtünk, és megmaradt a Budapest bérlet, sőt, sikerült kiterjeszteni a jegyek egy részére is, 24 órás, 72 órás jegyekre, turista jegyekre, ezek mind érvényesek ma már vonatra, volánbuszra is Budapesten belül. A következő lépés az az, hogy ezt kiterjesztük az agglomerációra is. Ebben Budapestnek kezdeményező szerep jut, nyilvánvalóan a helyközi közlekedés megszervezése az alapvetően kormányzati feladat, de azt látom, hogy ebben van partnerség, van nyitottság. Az alapvető feltétel ennek, hogy a személyszállítási törvényt, amelynek a tervezete ma már a kormány honlapján elérhető, azt elfogadja az országgyűlés, ami létrehozza azt a jogi formát,
reformát, ami eddig Magyarországon hiányzott, tehát éppen ezért ez egy évtizedes forradalom lesz a közlekedésben. A közlekedési szövetség fogalma beépül a magyar jogrendbe. Ez Németországban, Svájcban, Csehországban, sok országban ismert fogalom, ami egy régió összefogott közlekedés szervezésének lehetőséget adja meg, és azt, hogy legyen egységes tarifarendszer. Tehát ez a rész dolognak az egyik része. A másik pedig, hogy parkolók épüljenek, ráhordás épüljen a vasútállomásokra. E tekintetben azért sok előrelépés volt az elmúlt fél évben is. Például pont a Székesfehérvári vasútvonalon, ahonnan kaptunk kritikát, kiépültek sok helyet ezek a P plusz-R parkolók, és egyébként használják is őket, tele nem mindenhol vannak, de használják is őket Biatorbágyon, Budaörsön, sok más állomáson. Bőven van még mit tenni ezen a téren. Itt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő végzi el az elővárosi, budapesti elővárosi vasútvonalaknak a fejlesztését a következő években. Mi ezt a programot a magunk részéről egyrésztről támogatjuk, másrésztről a korábbi városvezetésről ellentétben ebben részt veszünk, együttműködünk, folyamatosan egyeztetünk, és Budapest részéről, amit csak lehet, azt a városi oldalon ehhez hozzátesszük, például a nyugati pályaudvar aluljáró rendezés kapcsán, de meg sok más egyéb városi kapcsolatrendszer terén. Tehát van ebben előrelépés, a tarifarendszer nagyon fontos lesz, illetve én azt gondolom, hogy nagyon sok a sztereotípia ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Tehát van ma már bőven olyan elővárosi vasútvonal, ahonnan modern, korszerű légkondicionált szerelvényekkel lehet bejutni Budapestre, ahol van P plusz R parkoló az elővárosi állomás mellett, hiszen annak nem a városhatárba kell lennie, hanem az agglomerációs településen, és ahonnan egy metróállomás ér el a vonat, és onnan metróval tovább lehet utazni. Tehát én csak bátorítani tudok mindenkit. Én nem mondom, hogy minden élethelyzetben ez működik, azt sem mondom, hogy minden vasútvonalon és minden településen működik, de vannak olyan helyek, ahol az emberek meglepődnének, mert 10 évvel ezelőtti állapotot ismernek, és esetleg ez alapján mondanak véleményt. Például épp a Székesfehérvári vonalon, főleg, hogyha elkészül a vonalrekonstrukció, ami most lesz kivitelezés alatt rövidesen, akkor egy jelentős javulást lehet majd látni a vonatközlekedésben, vagy a Váci vonalon ma is azt tudom mondani, hogy versenyképes a vasúti szolgáltatás. Ami a legnagyobb baj, hogy ez nincs benne igazán a közlekedési tudatunkban a vasút, miközben Berlinben, vagy Párizsban, vagy ez sok városban a városi közlekedésnek és az elővárosi közlekedésnek egy szerves része az elővárosi vasút, ugyanúgy be van számozva, ugyanúgy része az utastájékoztatási rendszernek, része a tarifarendszernek, rajta van a kis térképen, tehát része a közlekedésre való gondolkodásnak. Hát, nincs benne, de kinek a dolga volna, bocsánat, nem a budapesti közlekedési központé, hogy bevigye, ha már létezik a köztudatban? Részben a mi dolgunk, ma azért azt hozzá kell tenni a budapesti közlekedési központnak, én nem hárítani szeretném ezt, mert amit Budapest oldaláról meg kell tenni, ezt megteszünk, de a budapesti közlekedési központnak ma az a feladat, hogy a budapesti közlekedést, ami a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik, azt megszervezze. Ez az elővárosi vasutak nem tartoznak, ezek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartoznak jelenleg, de hogy mondjam, nem hárítom a problémát, minden eddiginél, a korábbi 10 évben meglévő bármelyiknél jobb a kapcsolat etéren, és én azt gondolom, hogy ha a tarifarendszerben meg tudunk mozdulni, ez mindent magával fog vinni. Kell hozzá a törvény, én szerint nyilván a törvényt viszonylag gyorsan meg lehet csinálni. Ebben bízunk. Ha megvan a törvény, akkor körülbelül mikorra áll föl a rendszer, mikorra épül ki? Miután nem mi vagyunk ennek az egyetlen döntéshozó, és sőt nem a fő, én nem szeretnék olyan határidőket vállalni, amik nem rajta múlnak, hogy betartom-e. Észszerűen mennyi idő alatt lehet megcsinálni, akkor úgy kérdezem. Én azt gondolom, hogy ebben a ciklusban itt látható eredményeket el lehet érni. Egyik oldalon a NIF fejleszti a vasúti infrastruktúra környezetét, P plusz R parkolókat épít, másrésztről mi Budapesten belül a rendszert rendbe tesszük, illetve kapcsolódunk ahhoz, hogy egy olyan tarifarendszer létrejön, ami egyszerre a Budapest és egyszerre az elővárosi, ez nyilván mi is kellünk, és ha ez meg lesz a törvényi háttér és az együttműködés, akkor azt gondolom, hogy az egész régió tarifarendszerét lehet egységesíteni. Ez egy nagyon fontos előrelépés lenne mindenki számára. Ma, én ezt szoktam mindig példának mondani, ma, ha ért Kertvárosából valaki a Deák Ferenc térre utazik, ami nem egy élettől elrugaszkodott példa, nem egy hajánál fogva előrángatott példa, akkor, hogyha volánbusszal megy be a vasútállomásra, ott vonatra száll, azzal elmegy a déli pályaudvari, korszerű, korrekt vonatközlekedés van, és ott átszáll a metróra és bemegy a Deák térre, akkor három bérletet kell erre az utazásra váltania. Így ez nem versenyképes, ezen változtatnunk kell. Időalapú jegyekkel mi a helyzet, mikor lesz végre általánosan elérhető? Szintén egy hallgatónk kérdezi. A fővárosi közgyűlés döntött talán áprilisban vagy március végén arról, hogy a BKK készítse el az új jegyrendszer koncepcióját, erre év végéig kaptunk haladékot, hiszen itt azért egy nagy technológiai váltást kell végrehajtani, ami érinti az összes jegykezelőt, jegyautomatát, kapukat szeretnénk a metroállomásokra építeni, és egy új elektronikus jegyrendszert kidolgozni. Ezt
Ha elkapkodjuk, akkor nem fog működni. Ez sok-sok európai jó és rossz példa egyaránt bizonyítja. Fölállt az a csapat, amelyik ezt egyébként nagyrészt belső erőforrásokkal, tehát próbáltuk a legjobb szakembereket erre a feladatra Budapest szolgáltába állítani, össze fogja rakni, és abban bízunk, hogy ha ezt utána elfogadja a közgyűlés, akkor jövőre ennek a megvalósítása 2012-ben el tud kezdődni. Nyilvánvalóan itt egy nagy dilemmával állunk szembe, ugyanis a kőbaltáról kell átállnunk az okostelefonra lényegében, és az a kérdés, hogy ezt egy vagy két lépcsőben tegyük meg. Nagyon könnyű lenne most azt mondani, hogy a mai kőbalta megoldást, ezt a lyukasztós 70-es évekbeli jegyrendszert, ami tényleg a mechanikus mechanikusa, ezt lecseréljük egy ilyen félmodern rendszerre, amit mondjuk a 80-as évek végén használt Nyugat-Európa, és egy időpecsételős papír alapú, még mindig papír alapú rendszerre átálljunk. Én azt gondolom, hogy ha utána ezeket a rendszereket két év múlva kidobnánk, akkor joggal élne minket az a vád, hogy hova kapkodtunk, és mire költöttük az adófizetők pénzét. Mi azt mondjuk, hogy igen. Tehát azt az elektronikus jegyrendszert kell hozni, 2011-ben vagyunk, és 2020-ra kell terveznünk, hiszen egy ilyen rendszer az nem egy-két évre szól, ahol interneten az ember okostelefonjáról, vagy bármilyen mobiltelefonjáról kell tudnia a bérletét, meghosszabbítani, a jegyet vennie. Ugyanúgy, ahogy a fizetőparkolás, vagy ugyanúgy, ahogy már mondjuk egy bérlet esetében, hogy egy fapados repülőjét az ember ma már a legtermészetesebb módon nem utazásirodában megy, nem sorba áll, hanem otthon megveszi. Sok-sok példát lehet mondani. Az biztos, hogy a mai technológiai fejlettség mellett meg kell tartani ezt a lehetőséget, hogy valaki személyesen szeretne, nem bízik a technológiában, nem ismeri, nem tudja használni, az meg tudja venni. Tehát én most nem azt mondom, hogy csak ilyen módok, de az embereknek egyre nagyobb része bizony hajlandó arra is, és örül is neki, hogyha nem kell sorban állnia, hanem ott van a számítógép előtt, vagy a telefonjáról meg tudja venni. Ez viszont két technológiát kell váltani, és két lépcsőt kell ugrani. A 16-os és a 16-os A járatokat mikor fogják egy kicsit megjavítani, mert hogy a várban sokan dolgoznak, oda mennek a turisták is, és Belice Iván evangélikus lelkész azt mondja, hogy még az Isten tiszteletre is elég macerás feljutni. Ugye a midibuszok cseréjére kiírtunk egy közbeszerzést, ami eredménytelen lett sajnos. Ugye ezek járnak a várban, ezek borzalmas állapotban vannak ezek az autóbuszok. Valamelyik nap is a melegben a többsége lerobbant ezeknek a járműveknek. Itt nem veszélyes hibákról van szó, hanem egyszerűen felforr a hűtővíz, és nem tud tovább menni a nyári melegben a jármű. Ezeknek a budibuszoknak a cseréje halaszthatatlan, az első körben ezeket cserélni kívánjuk, hogy elindul ez a buszcsere program, amit itt az előbb mondtam a nyár végén. Illetve addig is én azt kértem a BKV vezérigazgatójától a hétvégén, hogy ha ilyen előfordul, hogy a 16-os buszok tartósan nem közlekednek és komoly üzemzavar van, akkor a Siklót ezekre az időszakokra vonjuk be a budapesti tarifarendszerbe, és amikor az emberek a megvett bérletükkel próbálnak a várba feljutni, akkor ezt tudják a Siklóval is megtenni, mert ma a Sikló az ugye egy turisztikai üzem, bérlettel sem igénybe vehető, amiben lehet ráció, amikor a busz közlekedik, de amikor a busz nem közlekedik, és a BKV nem képes a tőle elvárt és általa vállalt közszolgáltatást fenntartani, akkor azt gondolom, hogy indokolt az, hogy ezt a változtatást meglépjük. De akkor a Sikló menetidejét azt visszaállítják, mert mintha most hallottam volna, hogy a turisták kedvéért egy kicsit meglassították, hogy többet lehessen fényképezni, vagy félreértettem valamit? Én erről nem tudok, de... Nem azon összen a Sikló? Hát, hogy meglassították, erről nem tudok, de utána fog nézni meg. Akkor igen. Lehet, hogy rossz. Abba is van rá. Lehet, hogy meglassították, és én nem tudok róla. Kettes metróvonal szerelvényeivel mi a további tervük, mert hogy azokat is állítólag ki kéne vonni a forgalomból? Ugye a kettes metró szerelvényeinek cseréjére rendelte meg eléggé furcsa körülmények között ugyan, de rendelte meg az Alstom szerelvényeit 2006-ban az akkori BKV vezetés és városvezetés, és ugye tudjuk jól, hogy a gyártó mindmáig képtelen volt megszerezni a magyar szabványoknak és az uniós szabványoknak megfelelő típus engedélyt. Főpolgármester úr ebben elég világosan beszélt, meghívta az Alstom első számú vezetőjét Magyarországra egy tárgyalásra. De csak őt, hogy csak is őt. Csak őt és csak is őt, ez így van. Volt már több tárgyalás az Alstommal, és én magam is részt vettem ezeken, és anélkül, hogy bárkit ezzel megsértenék, azt tudom mondani, hogy meg tudom érteni a főpolgármester úrnak ezt a döntését abszolút, és egyet is értek vele 100%-ig, hogy az Alstom vezetésével szeretne, legfőbb vezetőjével szeretne tárgyalni, mert eddig, amit az Alstom ebben az ügyben mutatott, az logikusan, üzleti,
szakmai szempontból egyaránt teljesen érthetetlen. Azt láttuk, hogy lényegében az a megállapodásra való törekvés, ami észszerű lenne a részükről, hogyha kell kijavítják, vagy amennyire kell kijavítják ezt a járművet, amennyire a hatóság ezt elvárja, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy le tudják ezeket szállítani, hiszen már ott van náluk állításuk szerint, ott van náluk legyártva a szerelvények egy jelentős része. Ezt nem tapasztaltuk, ezt a hozzáállást. Nyilvánvalóan ezt másod, harmad, negyedrangú vezetőkkel nehéz megtudni, hogy mi ennek az oka. Tehát főpolgármester úr most az alasztomási számú vezetőjétől szeretné világosan azt megkérdezni, hogy ezt a mai nyilatkozatában elmondta, hogy kijavítják-e a szerelvényeket, vagy sem. Mert ha kijavítják, akkor van értelme bármiről beszélni tovább. Sejtése, véleménye szerint milyen hat az alasztom taktikája mögött? Ezt nehezen tudom megmondani, az alasztom egy világcég, amelyik valóban nagyon sok jó metrószerelvényt, villamos kocsit legyártott már szerte a világban, amikkel semmi gond nincsen. Az is igaz, hogy ez önmagában nem iránymutató, hiszen ennek a szerelvénynek más fék filozófiája van, mint sok más korábbi alasztómetronak, ez gyakran nem teszik hozzá a referencialista emlegetésekor. De hogy mi vezérli őket erre a viselkedésre, hogy vannak még befejezetlen ügyeik, hogy valamiért félnek attól, hogy a korábbi felelősségvállalás is rájuk vetül azért, hogyha megállapodnak a késedelemért. Én ezt nem tudom megmondani, de abban biztos vagyok, két dologban biztos vagyok. Az egyik az az, hogy egy az egyben azt a szerződést, amit a korábbi városvezetés megkötött, és ami elfogadhatatlan feltételeket tartalmazott számunkra, ismert ugye a Wismayer klauzula, ez a hatalmas előleg, ezt ugyanabban a formában aláírni még egyszer nem fogjuk, és nem is lehet. És az is biztos, hogy abban nekünk az a legjobb megoldás, hogyha minél hamarabb vannak szerelvények, hiszen a 2-es metrón is kritikusak az állapotok, a 4-es metró esetében pedig ugye uniós támogatást veszélyezteti a késedelem. De ha nincs meg a szállítóban a szándék arra, hogy ezeket a szempontjaikat elfogadja és kijavítsa a szerelvényeket, akkor mi nem tudjuk helyettük kijavítani, hiszen olyan szerelvényeket nem fogunk átvenni, amiknek nincsen típus engedélyük. Hogy látja, kit szorít most jobban az idő? Minket vagy őket? Mindkettőnket, én azt gondolom. De kit jobban? Nyilvánvalóan ez a tárgyalás kérdése. Azt gondolom, hogyha nem döntünk időben arról, hogy új tendert kiírunk, hogyha nem lehet megállapodni, akkor minket fog már jobban szorítani. Tehát a főpolgármester úr most nyilván azért is adott lényegében egy utolsó esélyt, hogyha azt hiszem ő is így fogalmazott a mai napon, az alasztomnak egy ilyen vezetői szintű tárgyalással, hogy eldöntse a dolgot valamelyik irányba, hiszen egy ponton túl mi már nem tudunk várni mindkét metróvonal ismert problémái miatt. Aláírták a taxidrossz szerződést a Budapest Airporttal. Mostantól kezdve meddig nem lesz botrány, Ferihegyen? A taxiállomások üzemeltetésére egy 5 éves megállapodást kötöttünk meg a fővárosi közgyűlés döntése nyomán. Ez a korábbiaknál jóval előnyösebb feltételeket tartalmaz Budapest számára. Ennek jegyében számos fejlesztést a repülőtéren meg tudunk a repülőtér költségére csinálni. Ilyenek például az, hogy lesznek utastájékoztató kijelzők mindegyik megállóban, amik mutatják, hogy mikor jön a következő busz. Lesznek utasvárók, amik most nincsenek, nem tudnak fedett helyen leülni az utasok, mikor a buszra várnak. Lesznek olyan információs és jegypénztár pontok, ahol az ideérkező turisták vagy akár budapestiek tudnak vásárolni jegyet, bérletet, turista jegyet, tudnak egy térképet kapni. Ma ilyen nincs. A legtöbb európai repülőtéren van ilyen, ma semmilyen információt nem ad a város a közlekedési lehetőségekről. Biztosítja továbbra is a reptér azt az úgynevezett puffer parkolót, ami a rendelt, az idegen, tehát az általuk kiválasztott taxitársaság, hanem a többi taxitársaság járműveinek várakozására szolgál. Ez is a reptér által kezelt terület. Tehát, hogyha nem állapodtunk volna meg, akkor ezek mind nem lennének. Ezeket az előnyöket, amiket egyébként a korábbi szerződésben az elődeink nem harcoltak ki, ezeket nem tudtuk volna elérni. Viszont azt fontos tudni, hogy itt nem arról van szó, és ez egy gyakori félreértelmezése a helyzetnek, itt nem arról van szó, hogy a főváros átadta a saját területét, a saját taxiállomását, hogy üzemeltesse a reptér, és mit lemondtunk valamilyen bevételről, mert van egy ilyen értelmezés. Ezek a területek nem állnak a fővárosi önkormányzat kezelésében, ezeket a magyar állam a privatizációkor a Budapest Airport kezelésébe adta. Tehát alapvetően itt a Budapest Airport kezelésében lévő területről van szó, ahol a főváros hozzájárul ahhoz, hogy a taxiállomásokat ilyen módon üzemeltessék, és ezért bizonyos fejlesztéseket elvár. De alapvetően a terület gazdája Budapest Airport, és éppen ezért azt, hogy itt még milyen balhé lehet, ezt ők tudják megmondani. Nekünk annyi volt itt a döntési helyzetünk, hogy egy lejáró szerződést meghosszabbítunk-e vagy sem. Azt gondolom, hogy ha nem hosszabbítjuk meg
akkor azt mondták volna, hogy nem értük el ezeket az előnyöket, amiket az előbb elmondtam, és ugyanúgy fennmaradt volna a mai taxis helyzet a BA kezelői jogosítványai miatt. Tehát éppen ezért a város számára az volt a helyes döntés, és a közgyűlés ezt majdnem egyhangú döntéssel így is szavazott erről, hogy ezt a speciális taxiállomást, amiben a reptér ki tudja választani a saját taxitársaságát, amelyikkel üzemel, és ezért cserébe viszont fejlesztéseket vállal a városnak, ezt a rendszert alakítsuk így ki sokkal előnyösebb feltételekkel, mint ahogy az elmúlt 5 évben volt. Most akkor állítható, hogy a mostani szerződés szerint csökkent az esélye annak, hogy akár magyar, akár külföldi utas rosszabb körülmények között jöjjön be a városba bármivel? Hát egyrésztről azt a káoszt, ami 2006 előtt volt, elkerültük. Tehát azt a káoszt, hogy különböző taxis hiénák és bármiféle nem teljesen legális tevékenységet végző taxisok egymásért verekedve teljesen balkáni körülmények között az utasokért már az érkezési terminálon belül harcolva küzdjenek, és ott lejárassák az országot, és sikerült elkerülni, azt gondolom. Ez azért nem egy jó állapot, ma a pályaudvarokon találkozunk hasonlóval, ezt illő volt elkerülni a repülőtéren, főleg az EU-s elnökség idején, de amúgy is. A másik fele, hogy hogy mi a helyzet azokkal az utasokkal, akik nem a reptér által kiválasztott egyik taxitársaságot választják, hanem van hűségkártyájuk, ismerőségük, bármilyen okból más taxitársaságot választanak. Az ő számukra nem javult most sőt, nem romlott a közlekedés lehetősége, de az fontos, hogy ez nem a mi szerződésünk következménye, hanem a BA döntött úgy, éppen azért, mert attól tartott, hogy ott különböző zavarok lesznek, mondjuk így, más érdekek is megjelennek, és megpróbálják megzavarni a repülőtér rendjét, ezért úgy döntött a Budapest Airport, hogy áthelyezi a rendelt taxik állomását, tehát a más taxitársaságoknak szóló állomás helyett az érkezési oldalon a parkolóba. Mi jeleztük, hogy ezt átmeneti intézkedésként ugye megértjük, meg is van hozzá a joguk, de hosszú távon ezzel nem értünk egyet, hiszen ez kényelmetlenséget okoz azoknak az utasoknak, akik nem megjönnek és beülnek az első taxiba, hanem más társaságot hívnak, de tudni kell, hogy ebben jogosítvány a Budapest Airportnak van, hogy ezen változtasson. Természetesen azért megtesztük a magunk lépéseit annak érdekében, hogy ezen változtassunk. De akkor a buszos közlekedés az szembetűnő előnyökkel fog jelentkezni a korábbi állapothoz. Így van, így van. Lesz utastájékoztatás, tudom, hogy mi hova megy, és vehetek rá egy jegyet. Így van, és ha valaki megérkezik külföldiként ebbe a városba, Liszt-Ferenc repülőtérre, akkor fog tudni tájékoztatást kapni arra, hogy akkor hova megy ez a busz, ott hogy kell átszállni, hova tud menni, meg tudja ott venni a 24 órás, 72 órás turista jegyet, eddig nem tudta, és kap információt, kap egy térképet. Tehát ezek kulturált európai módon ki lesznek építve, és ugye ahogy a köki beruházás is halad előre, bár nem túl sebesen, de halad előre, a bevásárlóközpont építés is annak melléktermékeként egy új buszvégállomás építése. Azt gondolom, hogy a kökin is az eddiginél kulturáltabb viszonyok fogják fogadni az oda látogatókat, tehát a buszos közlekedés színvonalán jelentőset tudunk javítani. Fonódó villamos projektet lezárták azzal, hogy a főpolgármester azt mondta, hogy a két ütemet csak egybe hajlandó aláírni? Sinem van? Nem lezártuk, hanem elindítottuk. Eddig volt úgymond lezárták. A vitát azt gondolom, hogy sikerült lezárni, nyilván sok szakmai kérdés fog még kinyílni. Egyrészt az egy fontos alapelv, amit a főpolgármester úr elmondott, hogy a főváros nem hátrált meg a bemrakparti villamos szakasz megépítésétől, tehát mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem a Műszaki Egyetem Közlekedéstudományi Intézet is alátámasztotta, és bár a projektet két ütemre szétválasztottuk a megegyezés érdekében, de ennek a két ütemnek a támogatási szerződését csak egyidejűleg vagyunk hajlandóak aláírni, még akkor is, hogyha egyébként a kivitelezés az lehet, hogy nem egyidejűleg fog megvalósulni, hiszen két ütemről van szó. Most a projekt szétválasztásának adminisztrációs feladatait kezdtük el. Tekintve, hogy ez egy uniós projekt, ez nem egy kis feladat. Az NFI-vel megkezdtük az együttműködést, és azt gondolom, hogy még idén ezek az adminisztrációs folyamatok bőven lezárulhatnak, és én abban reménykedem, azért fogunk dolgozni, és remélem, hogy ebben minden partnerünk támogatni fog, engedélyező hatóságok, NFI és így tovább, hogy 2012-ben meg tudjuk indítani a kivitelezést a Szél-Kálmán téri ág megvalósításával. A Budapesti Közlekedési Központ feladatai, hatásköre, személyi állománya mára teljesen kialakult? Nem. Sokat fejlődött azóta, amit a legutóbb erről beszéltünk, de nem egy kis változás az, amin most a budapesti közlekedés irányítása keresztül megy. 45 éve majdnem nem történt ekkora változás, 43 éve nem történt ekkora változás a budapesti közlekedés irányításában. Nagyon sok döntés megszületett, ahogy mondtam, a közútkezelési ágazat leválasztása az FKF-ből jó úton halad.
A BKV feladatainak átszervezését, átcsoportosítását megkezdtük. Ez egy nagyon fontos lépés lesz, hogyha a már kormányhonlapon lévő és rövidesen a parlament elé kerülő személyszállítási törvényt elfogadja az országgyűlés. Számos fejlesztési projektet átvettünk, így az 1-es-3-ast, a budai fonódó fejlesztését, azokat a hosszú távú programokat, amikről az elején beszéltünk, hogy a 3-as metró szerelvényeit, akár a fogaskerekű szerelvényeit le tudjuk cserélni. Tehát ezeket az uniós projektjavaslatokat már a BKK dolgozta ki és nyújtotta be. A taxiállomások, a taxi szabályozás keretében már fontos szerepünk volt, például itt a Liszt-Ferenc repülőtér környezetében történő taxi szabályozás kapcsán, és itt az érdemi hatáskörök szinte januártól tudnak még továbbiak átjönni, amelyekről várhatóan a közgyűlés néhány hét múlva dönt. Tehát fokozatosan haladunk, nyilván sok ágazatot érint ez, de épp az a cél, hogy ezeknek végre legyen egységes irányítás. És én azt tudom mondani, hogy még lehet, hogy nem minden jutott nyugvópontra, nem minden szervezeti átalakulás fejeződött be, hanem ezek még folyamatban vannak. De annak az előnye már egyértelműen látszik, hogy van végre közös irányítása a budapesti közlekedésnek, és rengeteg olyan pontot látok, és tapasztaltam az elmúlt hónapokban, ahol akár magán a városházan, akár a városháza környezetében cégeinél dolgozó, közlekedéssel foglalkozó emberek évekig vagy évtizedekig egymással nem beszéltek, és problémákat ezért nem tudtak megoldani. Ha ezen tudunk változtatni, sok más mellett persze, az már egy hatalmas eredmény, és azt tudom mondani, hogy ilyen tekintetben van előrelépés. Amikor Londonban létrehozták 2000-ben ezt a közlekedés szervező intézményt, ott 3 évig tartott, mire nem csak a szervezeti szabályok, struktúrák véglegesedtek, hanem tényleg a szakemberek fejében is megült az a tudat, hogy ők nem tömegközlekedési szakemberek, nem közútkezelők, nem tudom, taxiállomás fenntartók, hanem a budapesti, vagy ott éppen a londoni közlekedésben dolgoznak. Éppen ezért mindig mindegyik ágazat fejével gondolkodni kell. Nyilván éppen valamelyiken segítenek, valamelyiken dolgoznak rendszeresen, de az egész közlekedési ágazatban kell együttesen gondolkodniuk. Ezt a szemléletet szeretnénk meghonosítani, ez itthon se egy-két hónap lesz, de azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Mikézi Dávid, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt az Aréna vendége.